A mai IT Business Klubon a biztonságtechnika témakörét választottuk a klubnak a központi témájának. Azt gondoljuk, hogy ez egy teljesen új terület, egy picit határterület az informatika, az IT security között, és rengeteg humán vonatkozású kérdést vet fel, és rengeteg jogi aspektusa van. Ennek megfelelően hívtuk meg ezekről a területekről a szakértőket, hogy segítsenek képbe helyezni a vendégeinket biztonságtechnika vonatkozásában. Egy mai korszerű informatikai, illetve videórendszer az teljesen informatikai eszközökből áll, ezt értem a kamerától, a hálózati eszközökön keresztül, illetve a kiszolgálókon keresztül, és ugyanúgy, mint ahogy hogyha a Windowsunkon nem frissítjük az operációs rendszert, akkor előbb-utóbb biztonsági rések maradnak benne, ezért ugyanígy kell frissíteni egy videórendszernél is a firmware-eket, operációs rendszert, illetve magát a szoftvert. A mai korszerű videórendszerek olyan analitikai megoldásokkal rendelkeznek, amit nagyon sok hasznos dologra föl tudunk használni, viszont olyan dolgokra is, amik a társadalomra károsak lehetnek. Itt gondolok arra, hogy megvalósítható ma már az állampolgárok totális megfigyelése, egyfajta digitális diktatúra alakítható ki, amiben a videónak nagy szerepe van. Nem csak a biztonságtechnika területén, hanem úgy általában minden területen a jog az a legtöbb esetben technológia semleges. Tehát a jog nem tesz különbséget a különböző technológiák között, a jog egy szabályrendszert alkot, amin belül kell mozogni az adott adatkezelőknek, vagy bárkinek, aki az adott területen szeretne bármit elérni. A GDPR-ban kifejezetten arra vonatkozóan nincsen semmiféle előírás, hogy kamerarendszereket hogyan kell alkalmazni. Egyetlen egy gondolat van, hogy nem kell szisztematikusan az emberek képmását biometrikus adatnak tekinteni, bár szerintem a következő 5, de legkésőbb 10 éven belül minden egyes kamerarendszer képes lesz, már nem csak arra, hogy fölveszi az arcomat, hanem ténylegesen elemezze is, a Facebook már erre a mai napon is képes, le is lehet tiltani. Úgyhogy a GDPR kifejezetten biztonságtechnikáról nem beszél. A videótechnikai integráció egyre elterjedtebb manapság. Egy-egy riasztást is lehet távfelügyelni, tehát nem kell oda küldeni egy élő személyt, hogy megnézze, hogyha történt egy riasztás. Egy beléptetési pontnál van egy illetéktelen kártya használat, vagy csak valaki rosszul használja a kártyáját, ezt is meg lehet nézni távolról egy aktuális riasztás kapcsán. De hogyha a tűzjelző bejelez, mert valahol éppen rágyújtottak, vagy még nem is kell, hogy tűz történjen, de bármi esemény történt, akkor ezt is meg lehet nézni a videótechnika integráción keresztül. A biztonságtechnika világában ez azért érdekes kérdés, mert nem az az a terület, ahol évente cserélik a rendszereket, tehát ha itt cserélnek egy rendszert, akkor általában az egy nagyobb beruházásról beszélünk, és hosszú 5-10 éves megtérülésekkel kalkulálnak az ügyfeleink, és hogyha a cserére szánják rá az energiát, akkor már a drágább és a legújabb, legkorszerűbb technológiákat választják. Ami még újdonság, és amivel még maguknak, az ügyfeleknek, partnereknek is fejlődnie kell, az, hogy ezeket a rendszereket maximálisan ki tudják használni. Tehát ne csak biztonságtechnikára használják, hanem megtalálják azokat a lehetőségeket, hogy hol tudnak ők akár más területeken költséget spórolni, vagy akár éppen bevételt növelő megoldásokat kihozni ezekből a rendszerekből.